Ebben a részben a viszérbetegségről fogok beszélni, arról, hogy hogyan alakul ki, és hogy mit tehetsz otthon ellene. Ahhoz, hogy megértsd, hogy mi a viszérbetegség, nem árt, ha tudod, hogy mi az eredeti funkciója a viszereknek, azaz vénáknak. A vérkeringésed három fő részből áll. Az artériás részből, ami a testedbe pumpálja a vért, a friss vért, oxigénben és tápanyagban dúsvért. A vénák, amelyek ezt a vért összegyűjtik, és van egy kisegítő rendszer, a nyirokrendszer, ami a nyirkot, azt a folyadékot, amit a viszerek nem tudnak visszavinni, összegyűjtik. Tehát az egyik oldalán az artériás rendszer, a másik oldalon két dolog, a vénák és a nyirokerek együttesen. Tehát amíg az artéria által beszállított vért a nyirok és a viszér elszállítja, nem alakul ki panasz, nincs duzzadás, nincs fájdalom. Akkor van gond, hogyha ez az egyensúly felborul. Most, hogyan működik az artéria? Az artéria nagyon egyszerűen működik, van a szív, az pumpál, és ez a nyomás az artérián keresztül a testedbe pumpálja a vért. Igen, de a vénák és a nyirokerek mögött nincs ilyen pumpa. A vénák kiürülését az izmok biztosítják. Az izmok összehúzódnak és rányomnak, megnyomják az ereket, kipréselik ezzel a bennük levő vért. Most az egészséges vénákban mindent véna billentyűk vannak, amelyek csak egy irányba, a szív felé engedik terelni a vért. Ezt egy nagyon egyszerű vizes palack kísérlettel megmutatom neked. Tegyük fel, hogy ez egy normál, egészséges véna. A kezeim azok az izmok, amelyek kívülről megnyomják a palackot, a vénát. Tehát látod, hogy megnyomom, felfelé kezd áramlani a palackban a víz, mint a vénádban a vér, és hogyha a vénabillentyűid jól zárnak, akkor nem engedik visszaáramlani ezt a vért, csak fölfelé tud haladni. Na most visszaállítottam az erek eredeti állapotát. Következik annak megmutatása, hogy mi van akkor, hogyha nem zárnak jól a vénabillentyűid. Megint csak, ugye jön az izom, ami megszorít, terjed tovább a szorítás, de a vénabillentyű nem zár, hanem visszaenged, és mint láthatod, a vér lent marad a lábban, az érben, nem halad tovább a szív felé, mert nem megfelelő az egyenirányító szeleprendszer. Tehát ebben az egyszerű kis bemutatóból látod, hogy viszérbetegség akkor van, hogyha a vénabillentyűid nem zárnak megfelelően, és nem tud felfelé haladni a vér. Ilyen állapotot idéz elő az ülő és álló munka, ez fokozatosan kitágulásra készteti az ereket, mutatom ezt is. Tehát amikor fekszel, akkor a lábaidnál relatíve kicsi a víznek a nyomása. De amint felülsz, vagy felállsz, a vér a végtagjaidban próbál helyet keresni, és hogyha a visszafelé pumpa nem jól működik, akkor tartósan itt van. Nyilvánvaló, hogy az állandó feszülés miatt idővel tönkre mennek a viszerek, és kialakul a vénás elégtelenség, csúnya kanyargós vének, amik a funkciójukat nem végzik el rendesen. Az első tünet általában a nehéz láb, a nap végére úgy érzed, mintha ólomcsizmát húztak volna a lábadra, aztán ez a feszülés fokozódik, egyre kellemetlenebb,
érzetet okoz, és mivel az állandó feszülés rontja a vérkeringést, ezért idővel fekély is kialakulhat. Az úgynevezett vénás fekély, nem gyógyuló seb, akár egy-másfél évig is nyitva maradhat, váladékozik, gennyezik, és nagyon kellemetlen az elszenvedőjének. Az eddigében elmondottak alapján tehát a viszérbetegséget mozgásszegénység, túl sok ücsörgés, állás okozza, miközben a vénák motorja és a vérkeringés motorja az izommozgás, mégpedig a rendszeres izommozgás. Ebből következik, hogy a viszérbetegség legjobb ellenszere az állandó ücsörgés, ácsorgás kerülése, illetve a rendszeres testmozgás. A viszeres panaszokat legjobb, ha megelőzöd, nem pedig hagyod kialakulni, és akkor utána próbálsz valamit csinálni. Ha ülőálló munkát végzel, akkor minden nap időt kell szakítani arra, hogy alaposan átmozgasd a tested, megmozgasd minden izmodat, nem csak a lábadon, hanem a kezeden is. Bármi olyan, ami átmozgatja a tested, megfelelő lehet. Kifejezetten jó a séta, kocogás, húszás, kerékpározás, nordic walking. Ezekből minimum 30-40 perc kell egy nap. Nem kell világbajnoki szint, tehát nem a teljesítmény a lényeg, hanem az, hogy a normál, a konyhai séta szintnél intenzívebben és erőteljesebben mozgasd át az izmaidat. Ez fogja a vérkeringésed segíteni. Ha ezt nem teszed, akkor tüneteid lesznek, és ha tüneteid lesznek, ha már kialakultak a tüneteid, akkor beakadályoznak abban, hogy mozogj. Ilyenkor mit lehet tenni? Hát ilyenkor jönnek a segédeszközök, a kiegészítő készülékek, például az elektroterápia, mint amit a Veino Plus viszérkezelő készülék biztosít, vagy például a Magyarországon nyirokmasszázsgépként ismert készülék. A elnevezése rossz, mert valójában kompresszióterápia, tehát az összenyomás terápia, ahogy mutattam neked a vizes palackon, az összenyomással segíti a vér- és nyirokkeringés helyreállítását a készülék, de egyszer, tehát kiváló eszköz a nyirokmasszázsgép erre az állapotra. És hogyan működik mondjuk egy ilyen nagyon egyszerű elektroterápiás készülék, ezt fogom megmutatni most. Tehát a Veino Plus visszérkezelő készülék, ez egy ilyen nagyon egyszerű kütyű. Kezd azzal, hogy hátul kinyitod, 9 voltos elemet belehelyezel, készülékhez kapott kábel csatlakozóját bedugod a készülékbe. Két darab ilyen elektródát kapsz a készülékhez, a kábel tűcsatlakozós végét csatlakoztasd az elektródákhoz. Megvan az előkészület első része. Most ezeket az elektródákat a vádli izmaidra kell ragasztani. Kétféle felragasztási mód lehetséges. Az egyik, hogy mindkét vádlidra egy-egy elektródát ragasztasz. Ha viszont súlyos a viszér problémád, nagy isten fekélyed is van már, akkor a két elektródát ugyanazon vádli két izomhasára kell feltenni, ahogy mutatom. Felragasztottad az elektródát, akkor bekapcsolod a készüléket, majd a plusz jelű gombbal. Addig emeld az intenzitást, amíg a lábizmaidban jó erőteljes, de nem fájdalmas izomösszehúzódásokat tapasztalsz. Kezelés hatékonysága szempontjából fontos az intenzitás és az általa létrehozott összehúzódás. Ha nem érzel semmit, hát ez olyan, mintha továbbra is a fotelban ülnél. Ha azonban érzed, hogy az izmait
alaposan összehúzódnak, akkor ez ugyanolyan hatékony, mintha járnál. Nem helyettesíti a járást, de ha már nem vagy képes önállóan mozogni, akkor ezzel a panaszokat jelentősen javítani tudod. Még a viszeres fekélyt is. Mert hogy javul a keringésed, ha javul a keringés, akkor a gyógyulás is javulni fog. Enyhe panaszok esetén elég naponta egyszer használod a készüléket. Hogyha például viszeres fekélyed van, akkor 3-4-szer is alkalmazhatod. Kell is, hogy alkalmazd ahhoz, hogy hatása legyen ennek a mozgáspótló módszernek. Egy kezelés 20 perc, amikor lejár, akkor a készülék automatikusan kikapcsol. Ez a kezelés ilyen egyszerű. Ajánlom, mert tényleg jó.